Móger Tíme a doroszlói költőnő Falvédő szövegek című verses kötete a Szegedi Areion Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg elektronikus, majd nyomtatott formában is. Sokkal személyesebb ez a kötet, mint az eddigiek. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy naplófüzet, szeretem így nevezni, hiszen a formátuma is egy kicsit ilyen. És hát a legkülönbözőbb jelenkori problematikákat próbálom benne boncolgatni, ugyanúgy a nő-férfi viszonyát, a közösség, az egyén viszonyát, az itthonmaradást, az otthonkeresést. A kötet illusztrációit is én magam készítettem el. Egy nagy kaland volt ez számomra, de hát igaz ez így az egész könyvre, abból a szempontból, hogy műfajilag nagyon vegyes, tehát kis prózákat, prózaverseket és ugye saját magam által készített illusztrációkat tartalmaz. A szilágyi származású Kővári Tünde matematikát tanult az Újvidéki Egyetemen, de rövid időn belül rájött, hogy művészet nélkül nem teljes az élete. Ezért Budapestre költözése után évekig képezte magát egy rajztanárnál. A matematikai látásmód ötvöződik a festészettel, a természet csodálatával, és ezt szerettem vászonra vetni. Természetből inspirálódom, csodálom a természetet, a formai és színbeli sokszínűségét, és ezt a törékeny csodát szeretném megőrizni a festményeimen. Minden festményemben benne van a gyerekkor és a szülőföld, hogyha sorban nézzük a témáimat, a tulipánok, a pipacsok, a napraforgók, mint a vajdasági tájnak a kellékei, úgymond, az égbolt, a különféle, az évszakok változásai, nagyon szeretem a fákat, fák is folyamatosan szerepelnek a képeimben. Móger Tímeával Fejős Csilla újságíró beszélgetett, míg Kővári Tünde Évszakok című kiállítását dr. Siling István nyugalmazott egyetemi tanár méltatta.